Kedves nézőink, múlt hét pénteken a Devecseri Kastély Könyvtárban ajkai gyűjtőknek és művészeknek nyílt kiállítása Könyvjelző könyvjegyek címmel. Kérem, tekintsék meg erről szóló beszámolónkat. Kiknek a gyűjteményei, illetve kiknek a munkái láthatók ezen a kiállításon? Az ajkai kisgrafika barátok körének 4 gyűjtőtagja és 2 grafikusa szerepel most itt. A 2 grafikus Rába Judit és Baranyai Ferenc, a 4 gyűjtő Kunderma Jenő, Radó Andrásné, Padné Szabó Mária és jó magam Trajcsi Tiborné. Természetesen a kis grafikák között nem kizárólag az ő lapjaik vannak, tehát a Rába Judité és a Baranyai Ferié, hanem Japántól USA-ig, amerre leveleztek a gyűjtők, különböző alkotók szerepelnek, amik itt föl is tüntettünk a tablókaján. Nagyon sokan vannak, úgyhogy azt nem tudom felsorolni mindegyiket. Mi alapján válogatták össze a kiállítás anyagát? Itt mindenki a saját kedvenceit hozta tulajdonképp. Itt Padné Marikánál elsősorban az irodalom volt az, ami számított, költészet, irodalom, művészet, a festők, tehát nála ez volt a döntő. Akkor Radó Andrásnénál ott az üdvözletek is, és szóval minden, ami a családra vonatkozó és a családnak készült lapok, meg a természet szeretete. A Kunderma Jenőnél nagyon fontos volt a templomok, amit ő évek óta képes lapformájában is gyűjt, és a 2 kedvenc grafikusa, Bén Zoltán és Müller Árpád, és nálam a legnagyobb szerelmem a litográfia, a kőnyomat, tehát egy csehszlovák művész kőnyomatait hoztam elsősorban, valamint szitanyomatot, mert az nagyon ritka itt hazánkban, azt egy román grafikus készítette, és természetesen a nekem is a kedvencem, Wagner, elsősorban Bolygó Hollandi, de egyéb operái is szerepelnek. Mit kell tudni az exlibrisekről? Tulajdonképpen mitől különlegesek? Hát az exlibris az tulajdonképpen egy olyan könyvjegy, ami jelzi a könyv tulajdonosát. Tehát beleragasztották a könyvek első oldalába. Régen elsősorban címerek voltak, hiszen a nagy könyvtárak azok vagy arisztokrata családok, vagy egyházi könyvtárak voltak. Aztán később, amikor a polgárság is kezdett már nagyobb könyvgyűjteménnyel rendelkezni, akkor ők is jelezték ezt a könyvberagasztással. Na most, amitől különleges, hogy a megrendelő, azaz a gyűjtő, nagyon komoly kapcsolatba kerül a grafikussal, hiszen az elképzeléseket egyeztetni kell, és tulajdonképpen a kettőjük megbeszélése alapján jön létre ez a kis művészi alkotás. Tehát ennyiben különleges, hogy nem meglátok egy festményt egy tárlaton és megveszem, hanem eleve benne van az én elképzelésem is ezeknek a lapoknak a megvalósításában. Említette, hogy 2 grafikus alkotásai is láthatók ezen a kiállításon. Róluk mit kell tudni? Baranyai Feri, ő már kezdettől tagja, tehát alapítástól már 35 éve tagja ennek a grafikai baráti körnek, és ő elsősorban egyik legnehezebb a borzolásos technika híve, valamikor a Kánagy Emerencia szakkörében tanult, és ő tulajdonképpen az ajkai grafikai műhelynek is alapító tagja. Rába Judit, ő most csatlakozott egy éve a társasághoz. Nagyon egyedi, egyéni lapjai vannak, a képei is erről tanúskodnak, és ahogy az országos vezetőnk fogalmazott, ő a jövő reménysége. Tehát nagyon örülünk, hogy köztünk van.
Az itt látható grafikák közül sokat láthatott már az ajkai közönség. Tervezik-e azt, hogy most Devecser után más városokba is elviszik ezt a kiállítást? Konkrétan ezt a kiállítást nem, de az már biztos, hogy jövő év április 11-én a költészet napján Pápán kizárólag költészettel kapcsolatos kiállításunk nyílik. Ezt egyelőre most nem tervezzük tovább vinni. Mettől meddig látható ez a kiállítás? Hát mától úgy tudom 12-éig látható ez a kiállítás. Ennek a nagyszerű könyvtárnak a honlapján egy Kosztolányi idézet olvasható. Ez. Azok a könyvek, amelyek a könyvtár polcain szunnyadnak, még nem készek. Vázlatosak. Magukban semmi értelmük. Ahhoz, hogy értelmet kapjanak, te kell lesz olvasó. Bármennyire is befejezett remek művek, csak utalások vannak bennük, célzások és ákombákomok, melyek pusztán egy másik lélekben ébrednek életre. A könyvet mindig ketten alkotják. Az író, aki írta, és az olvasó, aki olvassa. Mi, akik itt vagyunk, ezzel teljesen egyetértünk. A könyv kétszer lesz a miénk. Először, amikor kézbe vesszük, megvásároljuk, vagy a könyvtárból hazavisszük. Másodszor, amikor elolvassuk, megértjük és megszeretjük. És ha már a miénk, ezt jelezzük is. Erre való a könyvjegy, vagy ex libris. Használhatnánk könyvjelzőként is úgy, hogy bejelöljük az elolvasott rész határát, de a mi könyvjegyeink ennél sokkal többre érdemesek. Kucka Péter azt mondta, hogy az ex libris az a vaslánc, amelyel egykor a büszke, kincsét féltő könyvgyűjtő egy kódexet könyvesházának polcaihoz erősített. Ez a vaslánc az évszázadok múltán finom, művészi rajzolatú lapokká bővölődött. A gyűjtő a lapok megszerzése után is foglalkozik kincseivel. Ma már nem ragasztja könyvbe, inkább csoportosítja azokat, például technikák, alkotók, országok vagy tematika szerint. Ez utóbbi nálunk most a gyakoribb. Krajcsi Tiborné legkedveltebb témája a zene, Radó Andrásné köszöntőlapokat szereti, Kunderman Jelő életében nagy szerepe van a templomoknak és a sportnak, az enyémben pedig az irodalomnak. Bízunk abban, hogy egy következő alkalommal más szempontok szerinti válogatást is bemutathatunk majd ebben a könyvtárban. Remélem, önöknek is élmény lesz a jól ismert művészek, vagy kevésbé ismert alkotók apró, de művészi értékben jóval nagyobb darabjainak a meg.